Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai napon, amikor köszönetet mondunk azoknak, akik a mi egészségünk és a testi-lelki jólétünk védelmét választották hivatásuknak. Az egészségügyi munka az egyike azoknak a feladatoknak, amely esetében jobb és pontosabb, ha a hivatás kifejezést használjuk a foglalkozás helyett, hiszen kevés munka jár annyi lemondással és annyi áldozatvállalással, mint az egészségügyi munka. Egy egészségügyi dolgozó gyermekeként nőttem fel én magam is, és bizony a három műszakos munkarend miatt gyakran napokig nem is láttam édesanyámat, és csak a konyhaasztalon hagyott cédulákon tudtunk kommunikálni egymással, ugyanis hát különösen nagy kihívás megtalálni a módját annak, hogy a választott hivatás mellett még a család és a barátok is minőségi időt kapjanak a mindennapokban. Ez az egyik áldozat, amit az egészségügyben dolgozók hoznak értünk, a betegeikért és a gondozottaikért. Ezért nem lehet eléggé hálásnak lenni nekik, és köszönjük, amit értünk tesznek a mindennapokban. Nagyon különleges kapcsolata a községi háziorvosok kapcsolata a településeik lakosságával. Nincs ez másként itt Békésszentandráson sem. Mióta a világ a világ, az orvos a közösség egyik kulcsfigurája, úgy mint a tanító, a pap, a jegyző, és az elmúlt korokban is éppen úgy, mint most. Akkor van meg a lakosság biztonságérzete, hogyha az orvos és a többi kulcsfigura a helyükön vannak. Ezért nekünk elemi érdekünk, hogy mindig legyen orvos, akihez segítségért, jó szóért, tanácsért fordulhatunk. Köszönjük, hogy itt vannak, és köszönjük, hogy minket gyógyítanak. Köszönjük azt az elhivatottságot is, és hogy nem egyszer apáról fiúra adják át ezt a szolgálatot itt Békésszentandráson. Kérem, engedjék meg, hogy a mai napon most azoknak is köszönetet mondjak, akik már csak a Békésszentandrási Kódex lapjain élnek együtt velünk, de dédszüleink és nagyszüleink még jól ismerték őket, hiszen itt éltek velünk és gyógyították az őseinket. Dr. Sinkovics György, Dr. Keresztény Gyula, Dr. Ernő Gyula, Dr. Szántó Kálmán bácsi és Dr. Aracki Gyuri bácsi. Nekik is nagyon köszönjük, és minden egészségi dolgozónak, amit értünk tesznek, minden nap. Köszönöm szépen. Pedig egy rövid szóval magam is az önkormányzat nevében szeretném ezt a közös munkát megköszönni mindenkinek, hiszen az elmúlt időszak bebizonyította azt, hogy összetartás nélkül egy ilyen komoly járványos válságos időszakban nem lehetne megmaradni, nem lehetne fennmaradni. Én úgy gondolom, hogy ebben nagyon sok nyugszik a helyi egészségügyi ellátórendszer vállán, és itt értve az orvosoktól, az asszisztenseken, a gyógyszerészeken, a gyermekorvosokon, a védőnőkig, végig a teljes rendszer, hiszen ez a gömb, ez úgy gömb, hogyha minden porcikája a helyén van, és minden porcikája egymásba kapaszkodik és egymásra épül. Én azt hiszem, hogy ezelőtt kell fejet hajtanunk, illetve azelőtt, hogy elődeink megteremtették ezt a lehetőséget, hogy mi ma itt lehessünk, és ezért szeretnénk egy-egy koszorúval megemlékezni az ő emlékükről és az ő munkájukról is, aminek következtében mi itt lehetünk ma. Úgyhogy én köszönetemet fejezném ki tényleg minden orvos elődünknek, minden védőnőnek, minden gyógyszerésznek és minden alkalmazottnak, aki településünkért az egészségügyben dolgozik.